De itt is van az első meccsünk, Gnappe játsz a Malfot. Alex de Frugy, Muradin Jénával, Crosby játszik majd. Eternál lett Falstad, még a végezetű Remmer Baller pedig Sonya. Splendor Ray Regar, Blambi fog tankolni Tyrell-lel, Darak Mok pedig Ragnaross. Utolsó kettő pedig Hasu, Valla, és a végezetül pedig Nurokába a sorba Guldannal. V4, Alex bújik meg, oltári Miss Standobi, így azonnal vissza kell menni a trikkednek. Ilyen stanokkal Alexék nem jutnak majd előrébb. Hűha! Ó, jaj! Ilyen könnyen elhozni egy Muradint. Ritkán látunk az első perc után. 9 másodperccel. Hát Alex tűnt el a süllyesztőbe. Misfitzi a First Blood. És röpülnek, ahogy azt szokták. Dől az első turret. Semmi nem érdekli őket. Ez az európai csapat esélyes arra, véleményem szerint, hogy elverje majd a koreaiakat. Eszméletlen nagy a különbség. A Misfits 3-0-ra verte a Fanatikot annó az elején. Az első hét első mérkőzése, a debütáló HGC EU meccs. Misfits Fanatik volt, 3-0-ra hozták. Hát mi nekik akkor egy Tricked Esports, ha a Fanatikot 3-0-ra hozzák? Elképesztő. Ez az ötös fogat, amibe ez a Misfits összealakult. Nagyon jól játszanak a srácok. És már 20 milliónnal járnak. Könnyű árként Punisher az elején. És midre veszi az irányt. Ez a monstrum szörnyeteg. Jó, a behúzás, a dodge kevésbé. Látjuk már egyre többet azt a move-ot, hogy még aztán előtt elugranak a játékosok. De úgy húzzák be a Punishert. Alex vett ide bele magát, aztán nagyon jó a root is, és a Blizzard annál inkább. Az első killje az eSportsnak, szép játék. Szép közben a genk is, nagy valószínűséggel nem fog tudni kiugrani Blambi. Kettő embertől meg a Tricked varázslatos genket hajtanak végre. Szép játék tőlük, meglepték maga a Misfits-et is. Pontosan tudták, hogy kempezni fognak a srácok, és már várták őket a bokorban. Itt pedig egy időzítést fog érkezni majd Eternál felel érte. Na, Alexnek bottom gondjai vannak, mert
Azok a rangerek ledobják a turretet. Megvan a level 7 ugyebár, clansek elérhetők. És érkezik a shrine botra. Ott viszont az időzített hardcamp veszi irányába magának a topot, és Eternál fog majd érkezni Falstaddal egy kis idő után. Megint sokkal jobb számokat produkál a minion ölésben a Misfit. 17, 10, 22, 3 már. Ideje valamit elkezdeni az eSportsnak. Most ugrik be Alex, kire megy a fókusz, még bent tartja a stunt, és végül kijön belőle. Na most lesz a stunt. Úgy tűnik megint egy minionba vetődik, és a mortár Punisher éled, Alex pedig feledésbe merül. És még a végén Crosby is hasú fejezi be. 2 kill a Misfitsnél, és övék az immortál. Bocsánat, a Punisher, a mortár ráadásul. Talán ez a második legjobb, az árként szeretik nagyon a játékosok. A Frost pedig elég kevés sebzést csinál. Sikerül-e most kidodzsolni a behúzás során a stunt Alexnek? Nem akarja. Már a Keith-nél a Misfits, a 6. percnél. Elég veszélyes dolgba vágták a fejszélyüket az eSports játékosok. Hát ez így elég rövid lesz. Hiszen ott van a Heroic! Kijön a Horrify, Rammer pörög, de hiába. Szerencsétlen Gnappe is úgy dönt, hogy meghal. Bár nem rajta múlott, Ragnaros vágta fejen egy kicsit a kalapáccsal. Blambi menti ki közben Tarkmokkot. Mit csinál Alex egyedül? Uha, Eternál szintén rajtuk a Heroic, de hát atya világ, milyen sebzést kap, szerencsétlen. Ez kicsit túl. Darkmok on Ragnaros. 9,00 KD-ja és 8-szor nyert, és még nem vesztett Darkmok Ragnarosszal. Hát az elég erős. 2 szint a különbség. Láthatjátok a Berserk Twilight-ot, a Avatar Ringet és Mighty-t, míg a másik oldalt a Healing-et, Sulfurast, Horrified, Vengeance és Sanctification végül. Könnyed, laza, bemelegítő mérkőzés a Misfitsnek. Eddig legalábbis. Már petolt ki egy Silence, tehát a... kevésbé volt sikeres, a ring pedig borzasztóan rossz, mintha Chris láttuk volna az előbb. Ezekkel a spellekkel így félrenyomva nem csesélye a trikkednek. Az elképzelés jó volt, de a végrehajtás nem lett túl sikeres. Hát 2 szinttel a Misfits, náluk van egy talent előny, és érkezik a shrine, amit szerintem könnyedén fognak tudni elhozni majd. Alex pedig ugrik, stunol, majd menekül. A Root jó Gnappétől, távol tartja maguktól a Ragnaros, de hát úgy tűnik, hogy könnyedén elhozzák a Punishert. Nagy kérdés, hogy melyik. Úgy látom, a Frostot fogják tudni majd elhozni. Egyetlen egy suhintással Dark leüti az egész minion wave-et, hát nála varta van a stack.